Négy éve hunyt el Paskai László bíboros. Az emlékére celebrált misét augusztus 16-án az esztergomi bazilika altemplomában Erdő Péter bíboros érsek. Paskai László 1991-től 2002-ig vezette a főegyházmegyét, Magyarország egykori főpásztorát sokan tisztelték és szerették. Hagyományőrzők, dudások, kézművesek, királyi sereg, koncertek, ügyességi verseny családoknak számos színes programmal repít vissza minden látogatót az Árpád-korba az idén 8. alkalommal megrendezett Esztőrnapok elnevezésű ingyenes történelmi fesztivál augusztus 17-e és 19-e közt az esztergomi várnál. Felújítják a Pilis-Szentlélek felé vezető utat, illetve a 111-es út Esztergom és Esztergom kertváros közti szakaszát. A Szentlélek felé közlekedők már láthatják az előkészítő munkálatokat, írja Hernádi Ádám, Esztergom turizmusáért felelős miniszteri biztos közösségi oldala. Hernádi a Magyar Közút vezérigazgatójával tárgyalt, akivel megegyeztek abban, hogy ez a megújulás csak egy kezdeti lépés.